A szolnoki törvényszék másodfokú döntésével jogerősen lezárult annak a 35 éves büntetlen előéletű nőnek a büntető ügye, akinek udvarról kiszökött nagytestű keverék kutyája súlyosan megsebesített egy az utcán az úszkárját sétáltató nőt Szolnokon. Gondatlan testi sértés vétsége miatt jogerősen 250 000 forint pénzbüntetésre ítélték. A megállapított tényállás lényege szerint a sértett az utcán pórázon sétáltatta Uszkár kiskutyáját, ekkor érkezett haza a vádlott gépkocsijával. Amikor a vádlott a nagykaput kinyitotta, az udvaron szabadon lévő két közepes termetű kutyája az utcára rohant. Ezek közül az egyik neki támadta a sértetnek és a kiskutyájának. A sértett megpróbálta a kutyát megvédeni úgy, hogy az ölébe vette, azonban a feldühödött ebb neki támadt és feldöntötte. A sértetnek nem csak a kézfején és a karján keletkezett sérülése a kutya támadása következtében, hanem amiatt, mert a földre zuhant, az egyik csigolyája is eltört. Az ügyben 2020. június 3-án emelt vádat a szolnoki járásügyészség. A vádlott mindvégig tagadta bűnösségét. A szolnoki járásbíróság igen kiterjedt bizonyítást folytatott le, és 7 tárgyalást tartott. Az utolsón 2022. november 7-én ítéletet hozott, melyben a vádlottat gondatlan testi sértés vétsége miatt 250 000 forint pénzbüntetésre ítélte. Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet, a vádlott és védője azonban elsődlegesen felmentést, másodsorban az ítélet hatályon kívül helyezése, harmadsorban a kiszabott büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol nemrég jogerősen lezárult.